Sziasztok, Bogalett vagyok. És Viktor. Japán-japáról. És ez most egy ilyen vlog lesz. Igen, ez egy vlog. Eljöttünk moziba, én meg voltam reggel vizsgázni. Nyelvvizsgázni. Nyelvvizsgázni angolból. De nem japánból, hanem angolból. Igen, mert az a nyelvvizsga, amit mi csinálunk így a gyerekeknek, meg ilyesmi, annak a szóbeli része azt nem mi tartjuk, hanem egy ilyen főhelyen van. És ugye mindig próbáljuk tanítani a gyerekeknek, de még soha nem láttuk, hogy ez milyen. Na, végre kiment a képből. És ezért gondoltuk, hogy elmegyek és így beszivárgok, mint egy kém. És elmentem, és ma beszivárogtam délelőtt. Semmi különös nem volt, egy, mit tudom én, nem is tudom mennyit, két órát, egy órát vártam, vagy másfél órát. És 5 perc volt maga a vizsga. Nem volt semmi különös, és most egyből visszaértem, és első lendülettel eljöttünk moziba, most délután. Vagyis, hogy délelőtt 11:40 van, nem sokára kezdődik a film. Mondjál, te is valamit. A Venomot nézzük? Igen. A Venomot nézzük. Nemrég volt a szülinapom. Tegnap. Gondolom, így nem okoz senkinek a marha nagy meglepetést, hát itt lehet venni ezeket a kaja dolgokat. Ott van az ott a jegyárus lány, tulajdonképpen egy vagy két kassza van, azt hiszem. És a többi az pedig ilyen automata, amit ugye interneten, ha megvett az ember egyet, akkor ott lehet beváltani. Itt vannak, hát ilyen, vannak ilyen érdekességek, amiket szerintem csak Japánban lehet ilyen kajákat venni, már itt a popcornon kívül, de hát karágét, meg sört, én, meg hot dogot, mondjuk én karágét, meg sört fogok venni most szerintem, meg churroszt, igen. És ott lehet bemenni, itt van a Boginak a feje, meg a keze, ott lehet bemenni, és itt van ez egy ilyen ajándék kultocska, és itt lehet megvenni az éppen aktuális filmeknek a hát ez ilyen kapcsolódó ajándékait, most nem tudom, hogy az Avengers valaki, nem tudom pontosan miért. Hát ott van a mosdó plakátok, ugye nyilván nagyon sok japán film van, szerintem sokkal több japán film van, mint nyugati film, ugye? Igen, Bogi is egyetért. Bogi csak egyetért. Egy. Kicsit bevásároltunk, mert így nem ettem semmit se. Én reggelizni nem ettem semmit, és ebédet se ettünk még, úgyhogy vettünk a szokásos kis karágénkat, rántosinkat, a szokásos kis sült krumplinkat, Viktor söre, az én ice team, meg itt ebben még van ilyen mini popcorn, aztán kb. Ennyi. Meg a szendvicset, ott meg a hot dog, igen, valami hot dog féle igen, dolog. Ilyen sertés szeletes hot dog szendvics. Úgyhogy hát elég brutál adagot vettünk, de... Ja, igen, és már elkezdődött a film, vagyis hát így a reklámok az elején, úgyhogy igazából menjünk is inkább. Tipli, gyorsan szaladj! Futás! Jaj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 
Nagyon. Mármint itt tényleg így a Marvelek közül, így mondhatni az egyik legjobb volt. Jó volt. Nem volt túl nyújtva, egész rövid volt egyébként a mostani filmekhez képest. Sok is akciódús volt legalább. Ami pont jó volt egyébként, mert ugye ittam sört a film közben, és pont így a végére már így határeset volt. Vigyázz, vége mindjárt a mozgó lépcsőnek. És vannak ilyen előre feldíszített fák is. Ezek is nagyon szépek amúgy. De különösen ez a, nem tudom, karácsony. Én állom a karácsony előtt, vagy nem tudom, mi a magyar címe. Nyomás. Nem tudjuk, mi a magyar címe, de ez... Nightmare Before Christmas. Igen, ez nagyon-nagyon menő. És mellette van az ilyen VTF 10-es fa. És mellette meg igen, ez az ilyen brutál. Szolid diótörő. Igen, szolid szörny. Szőzgumó. Van sárga szőzgumó is. Az is nagyon jó. És... kismadárka. Egy szolid kismadárka. Ez az ilyen nagyon felturbózott szentlélek. És a megadísz. Megadísz, meg ajándékokat. Ugye tényleg ott vagyunk. Ez az asztal, az jó. Igen, ez az asztal, menő. Ez tetszett. Az nagyon jó. Meg és mi az a szösz csimbókot? Az egy elhagyott szösz. De van még itt ez a nagyon, szegény, nagyon szeretett... Most már nem van olyan itt magányos. Ez a nagyon szeretett, nagyon... Ez az extra cuki fa. Hogy hívják? Fenyőfa vagy karácsonyfa. Úgy ezen egyébként elég jó díszek vannak amúgy. A szolid kis maslival. Igen. Ez amúgy az egyik ilyen kedvenc rendező voltunk. 14 ezer ilyen ez a fenyőfa. Aminek az a neve, a hogy franc. Ami magyar kiejtésünkkel. Ha, ha, ha. Ez.
a J betű lemaradt róla. Ezt nem is láttam. Te nem ismered? És ez... milyen aranyos van, és milyen drága, 1200 ilyen. Nekem ez. Igen, mert olyan visszafogott. Igen. De ez se rossz, ez még fülbe van. Ez is jó. Hát igen, kicsit tele van tömve a karácsonyi dekorációkkal már minden, de szerintem nem csak itt. Melyik a kedvenc díszed? Ez. De igazából nem is ide akartunk menni, csak így bezavartak ezek a sok dolgok, és így bevonzottak minket. Meg kaptam szülinapi ajándékot. Ja. Mi a sört, mint a muslinc a sörre. Igen. Az, arra mindig nagyon sokan mennek, de várjam, miért? Viktor, te lehet valamit. Vagy megint mi az? Solid dísz. Az a jó, hogy itt minden ilyen nagyon solid. Ott vagyok benne, várjál. 2000 years later. Egyenruhás lányok. Ahogy kijössz az állomástól, így egyből lehet látni a várat, amit most így nem lehet, de szóval így egyből lehet látni a várat, nagyon szép este, meg ki van világítva, és most lesz valamilyen kivilágítás, nem? Igen, majd lesz valamikor őszi levelek kivilágítása szerű, meg a kastélynak is lesz valamilyen kivilágítás ezt dolga. Ezt hívják, hogy 3D mapping, vagy mi a neve, amikor ilyen 3D-s izé van a kastélyra elvilágítva? Az, ami a bazilikán is volt. Na, olyan lesz. Azt a bazilikán. Na mindegy, de volt egy ilyen karácsonyi videóm is, amikor a városháza volt kivilágítva, és itt meg... Van egy ilyen kis lenti dolog, ahol általában így táncolgatni szoktak, meg énekelni. Most meg táncolnak, várja, nézd meg! És pont vége lett, mire ideértünk, persze! De nem baj, mert szerintem még biztos fog táncolni. Mindegy, az a lényeg, hogy ez itt a bevásárlóközpontnak az ilyen alsó része. Itt van egy koreai étterem, ahol szoktunk járni, az elég jó. És itt így össze szoktak ülni az emberek, és most nagyon-nagyon jó idő van, ilyen 20 fok van, tökéletes, nagyon, tényleg tök jó minden. Úgyhogy utasd meg Bogi nekik, hogy milyen, hogy néz ki. Hát onnan indul a reptéri busz, onnan belülről, és ott meg a csodálatos naplemente, meg a taxiállomás, és az állomás. A lemenő nap országa. Köszönjük, Viktor! Itt szoktak amúgy lenni ilyen kis rendezvények ezen a helyen. Most is van valami. Valami Garden, azt mondja, Garden Bell. Oh. Hát, nagyon sok gyönyörű virágok vannak, igen. Nem, ott is van. Elmentem. Ott van lent a diszkó, és itt meg van az érzelmes énekelős lány, azt is hogy kifeküdtek oda az ötműre, az nem annyira jellemző. De hát ezek a mai fiatalok? Szörnyű. Nézd. Micsoda botrány. Ez egy erkölcsi fertő. És itt is most vége lett a számnak, amikor ide jöttünk, bácsi. De ő nem tud idejözni. Igen. Tehát a kettőből már egy skillt, így a felét azt teljesítette. Ahogy így rengetegen szoktak kiállni, és az a baj, hogy nem mindenki olyan jó, mint aminek így gondolja. Köszönjük! És ne tesd a kalambokat! Igazából az a gond, szóval, hogy találtunk egy ilyen nagyon jó kis helyet, ahol elég sokszor megfordulunk, sajttortás helyett, az a nem egy Pablo, és van finom jázmitájuk, és nem tudom mennyit látni, mert nappal szembe vagyunk. Forduljunk meg! Szóval ez az a Pablo. És ott a jázmitája, és ott a Pablo. Ott a fej, le! Na, erről beszéltünk. Azért az így nem rossz, és ezek a sajttorták, úristen, ez nagyon durván finom. Az összes. Egy ilyen egészet nem akarok megvenni, mert az tök sok, és nem tudom, hogy így szeletbe vagy nem tudom, hogy elmegyek. Fenti menő nagyon durva, és nem tudom dönteni. Én szerintem enni nem eszek semmit. Ezek azok, amik még nagyon az a triple chocolate, meg ilyesmi, azok nagyon durva. És sajnos nem volt az a jazminos, úgyhogy Viktor valami mást választ nekem. És tölti a vizet.
tölti, most befejeztem, most körülnéz, kinézi azt, hogy mennyi vizet vettem. Ilyen. Csöndös, amit a bogi rendelt, tragikus módon kifogyott, úgyhogy az nincsen már. De nem csak az, hogy már kifogyott régóta, hanem konkrétan most. Igen, amikor én rendeltem, akkor mondta a lány, hogy bocs, de vége. Úgyhogy sajnos az nem lesz a Jasmine tea, vagy Jasmine tea, de mindegy, hát reszeljette más. Igazából mondom, tragédia. Bogival egy álom a videózás, azt hozzá kell tenni ilyen kulisszatitokként, mert én szerintem egy perces videót felveszek egy perc és egy másodperc alatt, a Bogi egy perces videót felvesz egy olyan 3-4 óra alatt, és utána még vágja 2 napig. Amúgy rendeltem egy sajtortát, de ezt nem mondhatom el, mert meglepetés. Ó, de titok! Másfél hónap múlva megyünk haza. Másfél hónap múlva megyünk haza, igen. Arról ugye nem találtunk ki semmit, hogy legyen ilyen, ilyen találkozó, vagy ne. Ja, elvileg szeretnénk, de én azt tudom, hogy megyek a mondókorra. Hányosok vagyunk? 38. Ó, de jó. Kiki, most sosem ez a tié, Bogi, nehogy a másikhoz hozzá nem ül. Szóval ez a Bogi éle. Hozzányúlt! Ez ilyen kávé, jelly. Biztos, hogy kávét akarsz nekem adni? Délután 4 van, még lehet. Még lehet, még 6-ig hatok kávét amúgy, meg annyira felpörgök, hogy nem tudok aludni. Egyébként most megint az első kamerával veszük fel, amivel nem olyan giga, szuper, hiper, 100 000 K-s és 18 000 pixeles, hanem mit tudom én mi. De legalább most már nem 4K-s, mert csináltunk egy videót Viktorral, ami borzalmas lett, és még egyszer meg fogjuk csinálni, és fél órás videó, 4K-s, és 25 gigabyte lett, úgyhogy hát nincs szükségem azt hiszem a 4K-ra így nagyon sokszor. Újra kell venni, mert kicsit másnapos voltam, és eléggé rossz kedvű voltam a videón. De amúgy ezt a videót a Pablo támogatta. Aha. Bárcsak, igen. Amúgy ez a Pablo, ez egy láncolat, és itt kb. Mindenhol van Japánban. Na jó, most már ennyi megyünk szerintem. Köszönjük, hogy végignéztétek, fenn vagyok Facebookon és Instagramon, és van blogom is, amivel szinte nem írok, de azért néha írok, úgyhogy nézzétek meg. Na jó, sziasztok! Apa. Nyomjatok egy lájkot, ha tetszik. Vagy mi? Azt kell mondani? Nyomjatok egy tetsziket, ha like.